2019 és 2021 között értékesítette ezt a rovarirtószert az egyik Tolna vármegyei vállalkozás. A terméket először megvásárolta a konkurens cégtől, akivel egyébként már 2002 óta kereskedelmi kapcsolatban álltak, majd egyszerűen lemásolta azt. A szekszárdi törvényszék másodfokon hozott ítéletet egy férfi ügyében, versenytárs utánzásának büntettében és ittas járművezetés vétségében mondta ki őt a bíróság első fokon bűnösnek, ezt az ítéletet a másodfokú bíróság helyben hagyta. A büntetés 4 millió 600 ezer forint pénzbüntetés volt, illetve a közúti járművek vezetésétől is eltiltotta őt a bíróság. A termékek kialakítása, megjelenése és tömege szinte teljesen megegyezett, továbbá a rovarító elnevezésében is mindössze egy betű eltérés volt. A Tolna vármegyei férfi több mint 22 ezer darabot adott el a készítményből, ezzel mintegy 3 millió forint kárt okozott a versenytársának. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott egy konkurens cégnek a termékét hamisította meg oly módon, hogy azt megvásárolta, illetve annak összetételét lemásolva egy saját márkás termékként értékesítette ezt. Egyebekben a büntető ítélet azaz ügyvezető ellen irányult. A két cég között jelenleg is több polgári peres eljárás van folyamatban, tisztességtelen piaci magatartás és személyiségi jogok megsértése miatt.